Látogató központ épül Harangodon. Ez a beruházás is TOPOS, vagyis a Terület és Település Fejlesztési Operatív Programból valósul meg. Az elmúlt uniós ciklusból származó támogatásból a megye számos településén épültek utak, újultak meg óvodák és iskolák. A program lebonyolításában jelentős szerepe van a megyei önkormányzatnak, a végrehajtási szakasz pedig hamarosan véget ér. Közben a következő ciklus TOP plusz forrásainak felhasználását is előkészítették. Ezek bölcsődei programok, oldalfelújítások, energetikai pályázatok, turisztikai célú pályázatoknak a megvalósítását jelentik. Ugye a TOP-nak az induló forráskerete 150 milliárd forint volt Nyíregyháza önkormányzatával együtt. Nem látjuk még a pontos számokat a végső teljesítés illetően, de ez jóval több, mint 160 milliárd forint lesz aztán a költségnövekményekkel együtt, talán a 170 milliárdot is eléri, ezt majd a program végrehajtásakor látjuk. A TOP plusz forráskerete Nyíregyházával együtt 166 milliárd forint, tehát jóval több, mint a TOP-os induló forráskeret, amely 150 milliárd forint volt, de biztos vagyok benne, hogy itt is jelentős túlteljesítés következik majd be aztán a program zárásakor, amely 7 év múlva lesz esedékes. Ennek a tervezési folyamatait időben lezártuk, még a múlt évben, és ebben a hívben már döntéseket is tudtunk hozni két nagy ütemben. Több mint 160 milliárd forint kihelyezése megtörtént a települési önkormányzatok, illetve a kedvezményezettek felé, amelyek ugyancsak a TOP-ban már megismert fejlesztési, közösségi fejlesztéseket célozzák, kiegészítve komolyabb útfejlesztési forrásokkal, amelyek 16 milliárd forintot is meghaladnak, csapadék vízelvezetési támogatásokkal. Azt gondolom, hogy a jövő évben ezeket a fejlesztéseket is a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzat segítségével akár el tudják kezdeni. A háború kitörése óta a menekültek támogatásában is kivette részét a megyei önkormányzat. A humanitárius segítségnyújtás mellett a Kárpátaljával közös beruházások is folytatódnak. Kárpátaljai önkormányzattal közös pályázati programokat bonyolítunk le változatlanul, tehát a háborús helyzet ellenére, mint a geoszerzés programunk, amely klímapolitikai célokat tűzött ki, a klíma védelmet kiterjeszteni erre az egész régióra, nem csak a megyére, illetve ezzel kapcsolatos programot kellett készítenünk ennek a programnak a keretében, de hát amely a legjelentősebb programunk lesz, és reményeim szerint megvalósul, ez a Jánosiban építőt szilárd hulladék lerakó megépítése, amely ugyancsak fontos. Ezek azok a konkrét programok, amelyeket Kárpátaljával bonyolítunk, de a segélyezésben is nagyfokú jelenléte volt a megyei önkormányzatnak, és a települési önkormányzatok ebben ötösre, a csillagos ötösre vizsgáztak, különösen a határ mentén, illetve határ állomásokon elhelyezkedő települési önkormányzatok az első pillanatban összefogást hirdettek. Az energetikai fejlesztések a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak. A tervek szerint 2023-ban kezdődhet a megyeháza teljes körű energetikai felújítása, melyre még korábban mintegy 750 millió forintos forrást nyert az önkormányzat.